Nagyon szerettem volna világutazó lenni, meg nagyon szerettem volna bankigazgató lenni, meg később, amikor már ugye az értelmem úgy jobban nyiladozott, akkor nagyon szerettem volna festőművész lenni. Egy egészséges embernek is egyébként nagyon-nagyon sok mindenre oda kellene figyelni, csak ugye amikor még nincs problémánk, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy elodázzuk. Nekünk viszont minden egyes nap oda kell figyelni nagyon sok mindenre, azért, hogy a lelki egyensúly meglegyen, de ez nem teher egy cseppet sem. Nekem annyiból könnyebb, hogy nekem nem kellett döntést hozni, hanem nekem úgymond eleve elrendelt volt ez az út. A Dórinak viszont volt egy lehetősége, hogy úgy döntsön, hogy velem tart ezen az úton. És én minden nap hálát adok azért a szeretetért, amit a Dóritól kapok, meg azért a szeretetért, amit ő elfogad tőlem. Szokták ezt mondani, kicsit közhely, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy erős asszony. És én ugyan nem tartom magam sikeresnek, de azon az úton, ami haladok, csak úgy tudok haladni, hogyha ő mellettem, velem van. Ezt érzem. Régebb időkben a társadalom zömében kirekesztette ezeket az embereket, zárt intézményekben élték le az életüket. A mai világban az a természetes, hogy megfelelő terápia mellett élik a normál életüket, családban élnek, dolgoznak. Daninál ez nagyon szerencsésen alakult, hogy olyan társa van egyébként az életben, a felesége, aki teljes mellszélességgel fölvállalta ezt a problémát. Ők, amikor összeismerkedtek már, a Dani ezzel a problémával küzdött, és ezt a Dóri tudta. Ilyen még nem volt így a magyarországi pszichiátriai történetben, hogy fölvállaltan, arccal, névvel egy betegség karrierrel küzdő ember és a felesége leírja az ő kálváriájukat, a bizonyos élethelyzeti kihívásokat, magának a betegségnek a kihívásait, és ő mint tapasztalati szakértő nyilvánul meg, és hogy erre, én azt gondolom, hogy ennél hitelesebbet nem lehet. A legelső epizód, amit együtt megéltünk, az volt számomra a legnehezebb, az nagyon sok ideig tartott, az egy körülbelül fél évig tartott. Ez attól függ, hogy az elején hogyan sikerül elcsípni az első korai figyelmeztető jeleket, hogyha időben sikerül ezt észrevenni, és időben sikerül eljutni az orvoshoz, akkor lerövidíthető ez az időszak pár hétre, de a regenerálódással együtt egy-két hónapig eltart ez az állapot. Voltak jelei annak, hogy valami fog történni velem, de akkor mi még nem tudtuk, hogy ez valaminek az előjele. Azt éreztem, mintha jeleket látnék mindenütt, mintha összefüggéseket látnék a véletlenek sorozata között. De hogy milyen jelekre gondolsz? Biztos, hogy volt veled már olyan, hogy gondoltál valakire, és 5 percen belül csörgött a telefon, és ő volt a telefon végén. Na, én ilyen jelekből naponta, hát nem akarok túlozni, de több százat éltem meg. Olyan volt, mintha valaki így fölkapcsolta volna a villanyt, és hirtelen akár több tíz vagy több száz érzékszervem keletkezett volna, amivel újabb dolgokat érzékeltem. Többek között azt, hogy a Földön kívüli lények fölveszik velem a kapcsolatot. Ez nekem pontosan a diplomavédésem napján volt. Bementem a diplomavédésre, és egy komoly előadást tartottam arról, hogy hogyan vették föl velem a kapcsolatot a Földön kívüliek. És olyan 20 percig hallgattak, és várták, hogy mikor jön a csattanó. Hát az volt a csattanó, hogy nem volt csattanó. Nagy csend volt a terembe, engem gyakorlatilag kivezettek a teremből. És onnan már nem volt visszaút. Egy több hetes gyógykezelésen vettem részt. Na, amikor kiengedtek, akkor azt hittem, hogy fellélegezhetek, de akkor meg olyan állapotban voltam, hogy csak ültem egy szofa szélén, otthon egy kanapé szélén, néztem magam elé, meglátogatott a gyerekkori barátom, nem tudtam neki mit mondani, csak néztem magam elé, és folyt a nyálam. Én innen indultam. Az első figyelmeztető jelek, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontosak,
amikor is egy ilyen pszichotikus epizód elkezdődik. Ezek a figyelmeztető jelek nálunk a Dani esetében az alvászavarok, az alvás problémák. Tehát amikor nem tud éjszaka aludni, felriad, és rémálmai vannak esetleg, ezzel kezdődik egy pszichotikus epizód. Egy ilyen tűzijátékszerű heuréka élményekkel, meg ilyen felismerésekkel, meg ilyen nagyon pozitív ilyen emelkedéssel indul a történet, ahol egy ilyen tudati váltást élek meg általában. Az én esetemben többször megmutatkozott, hogy ez a nagy ívelő, emelkedő, én úgy szoktam hívni, hogy világűr program, ez bizony át tud csapni egy zuhanásba. És olyankor, amikor ez átcsap egy zuhanásba, sokszor belecsapódom a földbe, de van, amikor a föld alá egészen ilyen pokoljárásba torkollik a dolog. Félsz ilyenkor? Nevezhetjük félelemnek, amit érzek, igen, de nehéz a normál emberi félelem mértékegységével nehéz mérni azt a fajta félelmet, amit ilyenkor megélek. Gyakorlatilag azt tudom mondani, mintha az ősbizalom sérült volna nálam ezek során, a belső utazások során. Valahogy úgy tudom ezt jól érzékeltetni, hogy olyan, mintha én egész életemben egy több száz méter mély szakadék fölött állnék, kezembe egy rúddal, előttem a madzag, egy nagyon vékony, damilszerű madzag, ami nekem át kell sétálni egész életemben oda és vissza ezen a szakadékon. És ilyenkor, amikor epizód van, akkor mondjuk az, hogy lenéztem, meglátom, hogy mi van alattam, vonza mélység, vagy éppen fölnéztem, és vonza magasság. Pedig minden kötéltáncos tudja, hogy nem nézhet le. Csak a gyógyszerekkel ezek a betegségek nem kezelhetőek. Az embert egészében kell tekinteni, és a társadalmi létében is tekinteni kell. Tehát mi tudatosan abba az irányba megyünk, hogy kimozdítani ebből az állapotból a klienseinket. Mindenkinek az egyéni szükségleteihez igazítottan, és a felépülés legyen a cél. Tehát, hogy nem az, hogy most tünetmentessé válik, hanem számára egy értelmes, tartalmas emberi létet tudjunk elérni. Dóri előtt én egy esztendeig voltam egyedül ezzel a betegséggel, és azt tudom mondani, hogy fel kell állni arról a padról. Soha nem szabad feladni, és küzdeni kell, mert van remény, van útja egy lelki problémával küzdő embernek is a boldogság mezején. És én hittem abba, amikor egyedül voltam ezzel a problémával, most, hogy erről beszélünk, jönnek elő belőlem az érzések, hogy igenis boldog leszek, igenis lesz egy párom, lesz egy kis otthonunk, szerényen, de boldogan leszünk, és ez meg is valósult. Ezért nagyon hálás vagyok neked is, meg az Istennek is. Dani mindig hitt és hinni akart abban, hogy teljes életet élhet, s Dóriban szeretőtársra talált. Azonban sokan azok közül, akik mentális betegséggel küzdenek, nehezen találják meg az életértelmét. Dani és Dóri filmje leginkább nekik, értük szól, hogy ne szégyenkezzenek, ne vádolják magukat a betegség miatt. A skizofréniával élő betegeknek ugyanolyan vágyai, álmai vannak, mint bárkinek. Sokszor egy kedves köszönés, az együttérzés és elfogadás egyszerű gesztusai, vagy egy munkalehetőség jelenti számukra a legnagyobb segítséget. A környezet támogatása, a közösség erőt ad, hogy szembenézzenek a félelmeikkel, megvalósítsák álmaikat és elérjék céljaikat. Az orvosok, ápolók, pszichológusok és szociális munkások jól tudják, hogy az empátia a gyógyulás alapfeltétele. Egy ember sosem jellemezhető pusztán a betegség tünetei alapján, hiszen mindenkinek megvan a saját története. Mint ahogy Daninak és Dórinak is. Köszönjük nekik, hogy arcukat és nevüket adták a filmhez, ezzel ösztönözve és bátorítva sorstársaikat. A film Oravec Dániel és Kulcsár Teodóra igaz történetéről szól. A film a WHO Magyarország megbízásából és támogatásával készült.